Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban érdekes dolgokról szeretnék beszélni, nem az, hogy beszélnem, mutatni nektek. Ugyanis van egy pár ilyen weboldal, nem is egy pár, jó sok ugye az interneten, ahol érdekes dolgokat lehet találni. Én ezeket a dolgokat akkor szoktam megnézni, már ezeket az oldalakat, mikor nem olyan túl jó a kedvem, és ugye van egy kis időm, szeretném ugye felvidítani magamat, vagy elfelejteni a gondjaimat. Ilyenkor felmegyek ilyen weboldalakra, és körbe szoktam nézegetni. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, hát ha nektek is jobb kedvet tudok ezzel készíteni, vagy szerezni, nem készíteni, szerezni. Ugye nem húzom tovább az időt, mert csak beszélek hülyeségeket. Álljunk neki, lerakom ide magam a picibe, és mutatom, hogy miről beszélek. Tehát, van itt ez a weboldal. Én arra gondoltam, hogy megnézzük a 10 olyan dolgot, amit emberekbe találtak, majd élő dolgokat, tehát mondjuk állatokat, vagy akármikeket. Úgyhogy én ide rákattintok, és nézzük meg, hogy mi az a 10 dolg, amit embertestben találtak, élő dolgot. Te! Botfly eyes! Te! Oda nézzél, ez egy ilyen lárva. Az embernek a szemében találták. Egy 17 éves gyerek elment ugye az orvoshoz, mert nagyon beduzzadt a szeme, és ezt találták a szemébe, gondolom itt alatta vagy mögötte. Úgy hiszed vagy nem, de egyszer nekem a szemembe belerepült egy bogár, és el kellett mennem a szemészetre, kiforították így a szememet, és kibányázták belőle, úgyhogy utána nem fájt, ugyanis nagyon fájt, meg viszkezett, minden bolya volt a szemenek, és benn volt itt a szemem mögött, azt mondta anyukám, mert eljött velem, kiforították a szemet, így kint állt, és kivették belőle. Te! Biztos, hogy nem lehetett nagyon jó érzés. Na nézzük a következőt. Ez micsoda? A füléből az embernek. Te egy ilyen... olyan minden lárva, de nem lárva, egy ilyen izét vettek ki neki. Parazitát vettek ki neki belőle. Biztos, hogy viszkerett neki a füle. Aztán mi van itt? Az agyba. Amúgy vannak ilyen... ilyen dolgok, ugye? Ami bele tud menni az agyadba, és ha meglátod, oda nézzél, ilyen nagyon hosszú. Ezt a dolgot az embernek az agyában találták, képzeld el, hiszed vagy nem, és ez ilyen giriszta, belement az agyába, ugyanis az ember Kínába arra panaszkodott, hogy fáj a feje, úgyhogy elment az orvoshoz, megröngenezték, képzeld el, és ilyet találtak az agyába. Te! Nem szeretném, hogyha ilyen belemászna ugye az én fejembe. Nem csak fejfájást okoz, de képzeld el, hogy érdekes szavokat is érzel. És ugye ki kellett venni, meg kellett ugye operálni. Ki látott már ilyen virágot? Szerintem mindenki, ugye? Én is a gyerekkoromban leszoktam tépni, el szoktam fújni, és ugye elment. Hiszed vagy nem, de egy kis lánynak, képzeld el, a fülébe találtak ilyet. Ugyanis belenőtt, én nem tudom, hogy hogyan, de belenőtt neki. És rettentően fájt neki, mindig viszkerett neki. Egészen addig még el nem vitték orvoshoz, aztán kiderült, hogy ez van a fülébe. 16 hónapos volt a kislány. Úgyhogy nem hiszem, hogy meg tudtam mondani, ugye, hogy mi van a fülébe, de gondolom, hogy nagyon fájtott neki, meg viszkeret, mert nagyon sokat ugye sírt, meg vakargatta. Hogy hogyan tudott ez belenőni a fülébe, el nem tudom képzelni. Aztán, ilyenről már hallottam, kokrócsról, ugye ez a svábbogáról belemászott az embernek a fülébe, ameddig aludt. Oda van írva, látod, Ausztráliából. Az embernek a... Én azért félek. Látod? Nem kell, hogy halálos legyen, de egy ilyen belemászik a fülembe éjszaka, tehát én hülyét kapnák reggel. Ezért félek ugye a pókoktól is. És azt mondják, hogy nagyon sok pókot lenyelsz egészen... mikor alszol, belemászik a szádba a pók, és lenyeled, belemegy. Lehet, hogy velem is biztos, hogy előfordul, már főleg itt Ausztráliába. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a dolgokat, de lehet, hogy legközelebb füldugóval alszok, meg valamilyen állarccal. Nagy véletlen valami belém mászom. Na, ennek a bácsinak mit találtak? Pókot? Én mondtam neked, hogy belemászik a hasadba a pók, ami fel kellett vágni. Ugye valószínű, hogy valami nagyon-nagyon jó pók lehetett, ugyanis kivették belőle, látod a vágást? Aszta! Én komolyan mondom, én mostantól maszkba fogok aludni, vagy én nem tudom. Bár, na minden, eddig nekem a fülemben is semmi nem mászott bele, de éjszaka elő szoktak jönni
a bogarak, gondolom, mert napközben ugye nem mászik elő a pók se, mert volt olyan, hogy este, amikor sötét volt, jött a pók, és felfutott a falra, meg mentem utána a papucsal, aztán nagyon vágtam. Na mire, megyünk tovább. És ez mind Ausztráliába, hallod? A negyedik, látod? A térdén a kisfiúnak ott van egy ilyen kis, mint a pattanás lenne, ugyanis azt mondták, hogy azt hitték először, hogy pattanás van ugye a kisgyereknek a lábán, és kinyomta. Kinyomta, és képzeld el, nem más jött ki belőle, mint egy tengeri csiga, ez a kis picike. Látod, ott van az ujján, az a nagyon pici. Hogyan tudott az belemenni? Komolyan mondom. Bár nem lett neki semmi baja. Tehát az a szerencsé, hogy kijött meg a térdén, de a térd, főleg ott a csontot, hogyan tudott kijönni, vagy nem az, hogy kijönni, hogyan tudott oda bemenni? Komolyan mondom, érdekes. A következő, képzeld el, hogy ezek is ausztrálok, bár Bolíviában mentek el nyaralni, és először azt hitték, hogy megharapták őket, megcsipték őket a szúnyogok, itt-ott mindenhol, egészen addig még ezek a csípések el nem kezdtek mozogni a testükön, mindenfelé, képzeld el, azt mondták, és elmentek az orvoshoz, kiderítették, hogy nem más, mint ugyanolyan lárva volt bent a bőrük alatt, mint a legelsőnek, ugye, mint az embernek a szemébe, az a bogár lárva volt a bőrük alatt, és egyetlen egy ilyen csípésből, amit azt hitték, hogy csípés, képzeld el, 50 darab ilyen lárvát szedtek ki. Gondold el, azok kikelnek, vagy én rá gondolni sem szeretnék. Mi van az ausztrálokkal? Képzeld, benne az első 10-ben. Most már komolyan mondom, kezdek félni. A következő, képzeld el, ez Csehországban történt, szerencsére nem itt Ausztráliában, bár bárhol megtörténhet, ugye. És ez a 76 éves néni elment az orvoshoz, ugyanis a pisiében vért találtak, ugyanis pisilt, és ugye vér jött ki belőle. Kiderítették ugye, hogy mitől van ez a véres pisi. Nem más találtak, képzeld el, mint egy ilyen gilisztát. Nem máshol, mint a kidneybe. A kidney az a ugye a vesétbe. Aztán nem csak ott, hanem a hólyagba, és ebben a húgyos hólyagba. Képzeld azt a... Hogy a gilisztás, ez a tejpöv van. Na hát, elég csúnya, hogyha ránézel. Hát ezt nem kívánnám senkinek, főleg nem magamnak. Az utolsó pedig, képzeld el, hiszed vagy nem, de ezt az embernek a fogában találták. Egy tájváni embernek, aki nem nagyon mosott fogat, valószínűleg azért találták bent ott a foga körül, elkezdett fájni a bácsinak a foga, elment a fogorvoshoz, kiúzták a fogat, és az orvos, a fogorvos nem más talált, mint egy ilyen guava, ugye ez a gyümölcsnek a magját, és kinőtt, ez a mag kinőtt, képzeld el, a foga körül, belül, és ha jobban megnézed, látod, egy kicsit unnorító. Olyan mondom, ezzel kell megmosni a fogadat minden evés után. Nem is minden evés után, de legalább naponta kétszer. Reggel meg este minimum. Én azért mosom a fogadat, és a fogorvost én rettetően nem szeretem. Gondolod, hogy ilyen kinőlne, ilyen gaz a fogad közül. Hogyan, hogy nem lehet fogat mosni? Én nem tudom. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, mossátok a fogaitokat, és na minden, még rá gondolni is tudsz. Már annyit, remélem, hogy tetszett ez az érdekes videó, hogyha igen, írjátok meg ide a videó alá, hogy legközelebb is szeretnétek-e ilyet látni, vagy nem, vagy hogyha tudtok valami weboldalt, amit szeretnétek, hogy megnéznék, vagy beszéljek róla, valami érdekeset, akkor írjátok meg ide a videó alá, vagy e-mailbe. Már annyit, mindenkinek további szép napot, sziasztok!